ha valami olyasmit akarsz létrehozni, amely nem egoista dolog, hanem valami, amit lényed mélyéről ismersz fel, rájössz, hogy valami rajtad keresztül akar létrejönni. Bármi is legyen az. Talán könyvet írsz. Nyitsz egy fodrászszalont vagy kreatív elvonulási központot, egy tudatos vállalkozást vagy bármit, amit szeretnél létrehozni. És megvan az elképzelésed, Jön egy jövőkép, amely nem feltétlenül önző. Egy jobb, élhetőbb hely az életedben, ahol élhetsz, amely külsőleg békésebb vagy melegebb, mint ahol most vagy. Van egy elképzelésed arról, mi az el akarod érni. És akkor erre az elképzelésre és a megnyilvánulás leghatékonyabb módjára összpontosítasz, ahogy valószínű tudod. Általában nem beszélek erről túl sokat, mert más dolgok fontosabbak, ha az életed alapjairól beszélek. De a manifestáció egy másodlagos dolog, amely jelentős lehet az életedben, hogy kinyilvánítsa a legfontosabb titkot, hogy ezt használd. Szóval nem kifejezetten a titok című könyvre utalok. Abban is vannak hasznos dolgok, amíg el nem hiszed, hogy bizonyos dolgok amiket meg akarsz mutatni, boldoggá tesznek. A manifestáció, azaz megnyilvánulás ereje a jelen pillanat teljességének megtapasztalásában rejlik. A megkülönböztethetetlen teljesség, amit Jézus úgy nevezett, élet a maga teljességében. Az egyik fordításban azt akarom, hogy az élet a maga teljességében legyen ő mondta, és ezzel nem dologra, nem dolgokra utal. Az élet a maga teljességében egy belső állapot. Ez azt jelenti, hogy megtapasztalod a tudást, felismered a benned lévő létezőséget, ami vagy, ami maga a tudatosság. Ez az élet, ami az élet teljessége. Jézus szavai szerint az élet teljességet csak hogy ezt felismerjük. Tehát, ha egyszer ráébredsz erre, ez tudatosság. Tudatosságként ismered magad. Ha egyszer ezt tudod, akkor semmiféle jövőbeli pillanat sem lehet jobb. Bármi, ami a jövőben történhet meg, nem járul hozzá ehhez. Tehát, ha összehozod, ha van egy elképzelés az elmédben arról, hogy mit szeretnél elérni, létrehozni vagy kinyilvánítani, és ezt a látomást a teljességnek ebbe az érzésébe hozol, amit most érzel. És összehozod. Ez a legerősebb teremtő eszköz. A zsidóság, amikor valamiért imádkozik, azt fejezi ki, hidd el, hogy ez már megvan ahogyan ezt általában Jézus kifejezte. Ez az, de azt hiszem valószínűleg kicsit más szavakat használt, de így írták le. Azt mondta: Valószínűleg azt mondják, úgy érzik, hogy már megvan. Bármi is az, amit akarsz, amiről úgy gondolod, hogy szükséged van rá, hogy már érezd azt az érzést, hogy tudod, hogy ezt kell csinálni, érezve azt, ami túl van a jelenségek világán amiből minden keletkezik, ami a tudatosság. Tehát amikor tudatosságként ismered magad, az már a megvalósulás. Tegyük fel, hogy akár egy jelentéktelen dolog is. Tegyük fel, hogy mondjuk szép házat akarsz. Ha lenne egy szép házam a természetben, akkor nagyon boldog lennék. Szeretnék egy szépséges szép házat, lehet a természetben egy kis erdő mellett, ahol van egy tó, és lesétálhatok a tóhoz. És akkor hogy éreznéd magad? Rendben. Pontosan úgy érezném magam, ahogy most érzem. Havájon szeretnék élni. Terasszal, a házam mögött is, egy nagyon kényelmes nyugágyal. És akkor minden nap ott ülnék, és nézném az óceánt. Hát sok szerencsét! Hogy éreznéd magad? Mit éreznél? Érezném az élet teljességét. Oké, okay. és ezt most nem érzed? Nem. Miért nem érzed most? Mert nem abban a nyugágyban ülök. Nem az óceánra nézek, és nem süt a nap. Ezért nem érzem az étel ízét, és nincs mögöttem egy ház, amelyről azt mondom, hogy az enyém. Szóval most nem érzem az élet teljességét. Rendben. Akkor azt hiszed érezni fogod, amikor végre leülsz a nyugágyba? Nem. Ha most nem érzed, akkor sem érzed majd. Mert ismét elégedetlen leszel a nyugágyadban a ház mögött, mert nagyon unatkozni fogsz, és a szunyogok idegesítenek. És amúgy is túl meleg van. Feljebb kellett volna emelnem a házat, mert itt lenne a parton túl meleg van. Miért nem kaptam egy magasabb helyen házat, mert van egy hegy mögöttem, ahol sokkal hűvösebb lenne. Amikor eladod a házat és kapsz a hegyen egy másikat, akkor az éjszakák túl hidegek lesznek, nem ülsz ki többé. Ha nem érzed az élet teljességét a kerékpárodon, és élvezed azt a pillanatot, amikor a kerékpárodon ülsz, akkor nem fogod érezni az élet teljességét, amikor Rolls Royce-t vagy Bentley-t vagy Ferrari-t tesztelsz. Túlértékelődnek a körülötted lévő dolgok. Hogy szükségem van arra, hogy bizonyos dolgok legyenek körülöttem ahhoz, hogy boldog és elégedett legyek. Ez nem azt jelenti, hogy nem változtathatod meg a körülötted lévő környezetet. Lépéseket lehet tenni a dolgok megváltoztatása felé, bizonyos képzeletbeli választás felé, és mindenkinek van tényleges választása. Van néhány spirituális tanító, aki azt mondja a preferenciáról, ó, nem tudom ki, nem emlékszem, de vannak, akik azt mondják, nem jól preferálom. Tehát biztos előnyben részesítik az ott létet, ha csak valaki fel nem veszi őket és helyezi el valahová máshová. Így lehet, hogy előnyben részesítheti, hogy inkább itt éljen, mint ott. Igen, inkább ez az ország, mint az az ország. De amíg nem vagy ott, addig most kapcsolatba léphetsz magadban az élet teljességével, és akkor sokkal valószínűbb, hogy a külső környezet tükrözni fogja a tudatállapototokat. Felolvasta Korek Mária. Köszönöm a meghallgatást.